9 európai ország fogalmazói mértékösszetudásukat 3 napon át a TEMIS A elődöntőjén. A Magyar Bírósági Szervezet évek óta képviselteti magát az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat nemzetközi versenyén, a mostani azonban eltér az eddigiektől. Az idei az első alkalom, hogy a bírósági csapat a büntető témájú elődöntőben vesz részt. Ez nyilván szakmailag egy rendkívül nagy kihívást jelentett. Az elődöntő első napján elsőként a magyar csapat kezdte a sort, nem volt egyszerű dolguk. Egyrészt az idő rövidsége volt az, ami nagyon-nagyon nehezítő faktor volt, és a téma kapcsán nyilvánvalóan a sok kutató munka, illetve a háttéranyagok minél jobb felhasználása és minél változatosabb alkalmazása. A magyar fogalmazók prezentációjukban az illegális vadkereskedelem veszélyeire hívták fel a figyelmet. A témaválasztás igazából a tavalyi csapatversenyre nyúlik vissza, ott már felmerült témaként az illegális vadkereskedelem témaköre. Én nagyon-nagyon szerencsés témának éreztem ezt. Rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy a csapat prezentációja is hangsúlyozta azt, hogy tulajdonképpen, ha globálisan nézzük, az emberiség jövője múlik rajta, ha Európa jövőjét nézzük, akkor pedig büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni ellene, mert a természetvédelmi érintettségen túl nagyon komoly szervezetbűnözési vonala is van, ami miatt kiemelt figyelmet érdemel ez a terület. A magyar fiatalok mellett a francia, dán, olasz, albán, észt, bolgár, litván és a görög bíróságok csapatai álltak a szakmai zsűri elé. Ez egy kiváló tapasztalat volt, nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a versenynek. Igen, valóban nehéz volt, rövid időnk volt felkészülni a prezentációnkra. Nagyon izgultunk előtte, de utána nagyon sok örömben volt részünk, mondja az olaszországi csapat tagja. We had a lot of fun. Think it was great. It was really a great experience. Azt gondolom, nagyon jó lehetőség volt, sok tapasztalatot adott. Nagyon sok munka van benne, sokat készültünk rá. Nagyon jól sikerült a prezentációnk, de elég nehéz kérdéseket kaptunk. De ez egy nagyszerű lehetőség. Nagyon jó volt, hogy szerte Európából találkozhattunk bírósági fogalmazókkal. A szervezés is, a programok is nagyon tetszettek, mondja a francia csapat fogalmazója. A zsűri a magyar csapat írásbeli dolgozatát ítélte a legjobbnak, a dolgozat az IGTN zsurnálban is megjelenhet. Az őszi bordói döntőbe az olasz és a francia, míg a szágon pedig a dán fogalmazók jutottak tovább. Júliusban azonban újra lehet majd szorítani a magyarokért, a TEMIS D elődöntőjén a bírói etika témájában szállnak majd versenybe Szófiában.